Most pedig a közönség felé szeretnénk fordulni és megkérdezni, vannak-e kérdések? Én arról szeretnék kérdezni, hogy változtak az idők, hogy a mai dramaturg, ha lehet ennyire talán annak nevezni, hogy azzal mennyire vannak így megelégedve, szóval, hogy szóval a fordítások, hogy mennyire hiteles vagy használhatatlan szöveget kapnak kézbe néha esetleg. Én úgy tudom, hogy gyakorlatilag megszűnt a dramaturg. Ezt valahogy ki vették az egészből, és szerintem elég nyers fordítások kerülnek elénk, amivel nagyon sokat lehet szenvedni. Mert és akkor még a szakértő is, aki ezt átnézi, mert azért van, amikor valami olyanról szól, ami hát miért tudjak én abba a szakmába bizonyos kifejezéseket, vagy te, persze. Te menjél fel az internetre, és akkor tanult ki a nem tudom melyik. És nem biztos, melyik, hogy jót választasz. Hát persze, az sem biztos, igen. Tehát ezek az emberek valahogy eltűntek erről. A Pannoniában volt. Nincsenek nyelvi lektorok, nincsenek szakértők, nincs zenei rendező. Igen, és akkor ott áll az ember tétován, hogy most akkor mi legyen, a szöveget folyton át kell írni, mert hülyeségek. A gép fordítja, tehát fordítógéppel, és a képesek azt átadni. Teljesen angol szórendben ott vannak magyar szavak, úgy értelmetlen, ahogy van. Google Translate. Ezek nagyon fájnak, de legjobban fáj a magyartalanság, a rossz szórendek, a rossz ragozás. Úgyhogy nincs már dramaturg. A dramaturg azt jelenti tulajdonképpen, hogy átalakító művész. Tehát, hogy a filmre alakítja át azt az angol szöveget, vagy bármilyen szöveget, és nem magyar hangzásra, hát mint egy műfordító. Ez is egy műfordítás, egy alkalmazott műfordítás. És semmi, csak simán lefordítják. Nagyon megalázom, amennyi pénzt adnak a színészeknek, meg a fordítóknak. Szerintem, hogy ez már... És rendezőknek, és hangmérnököknek. Nem, mindenkinek így süllyed lefelé. A németek engedik meg maguknak nagyon-nagyon precíz, és egyébként elég lélektelen szinkronokat csinálnak. Szemben mondjuk az olaszokkal, akik trehány munka, de mégis élvezetes a színészi játék. Tehát mindig hosszabb, mindig aszinkron, de jó, mert benne van az olaszos virtus, a jókedv. És az, nem csak a szövegírók kapám egyre kevesebbet, a színész is. Igen. Én azt szeretném kérdezni, hogy nekem a Pannonia stúdióról, nekem a rajzfilmek jutnak az eszembe, és a magyar alkotásnak a tevékenység, a magyar rajzfilmek alkotói tevékenysége jut az eszembe. Mennyire vesznek részt ebben így szinkron rendezőként, szinkron hangként az esetleges önálló alkotói tevékenységben? Tehát jön egy író, betesz valamit az asztalra, és azt mondja, hogy ezt szeretném megvalósítani. De kismillió ötlet kell ahhoz, amíg az ötletből jönnek. Mennyi teret kap erre egy szinkronrendező? Tehát a rajzfilm és a szinkron hang, ugye ezt? Én szoktam csinálni a Kecskeméti stúdiónak előhang felvételeket. Hogyha ilyesmire gondol, hogy ered a dolog, szerintem a rendezőnek van egy elképzelése, hogy mit szeretne megalkotni, de lehet ez írói oldalról is, hogy valaki letesz az asztalra valamit, és akkor a rajzfilmnél az a metódus, hogy előre kell felvenni a hangot, hát ugye ahhoz rajzolják, hogy tudják, hogy milyen hosszra, milyen mozgások, milyen fejgesztusok, stb. Tehát előhangfelvételnek hívják. Én ilyet jó párat csináltam, és nagyon élvezetes egyébként, mert egy nem létező filmnek kell a filmanyagát, a hanganyagát megcsinálni. És az egy nagyon izgalmas dolog, előre. És utána ahhoz rajzolják. Most boldogabb országokban ezt utószinkronizálják. Nálunk erre már nincs pénz. Csináltam például a Macskafogó 2-t, és előre felvettük ugye a hangot, mert 2 év múlva hát kiderült, hogy nem pont úgy tudták megrajzolni, vagy nem úgy akarták, de a hangot nem lehetett már megváltoztatni hozzá. Mert nem volt miből. Örültek, hogy meg tudták csinálni. A negyedik testvérnek például a magyar verzióját csináltam. Hetedik testvér. Vittem az unokámat. És annak az teljesen rendes utószinkronnak készült, mert német szövegre készült, itt Magyarországon csinálták, rajzolták, de utána ugye a magyar verziót az magyarra szinkronizáltuk.
mint egy más szinkronfilmet. Tudni, hogy a DVD-k az előírás, vagy pont egész hangrend? Vagy lehetne úgy is mondani a DVD-t, úgy adtak ki, kicsit hangosabban ki néhány DVD-t, hogy mondjuk a régi szinkronnal is, meg az újjal is. Én hallottam ilyenről, nekem nem volt hozzá, hál' Istennek szerencsém, hogy például két főszereplővel kellett megcsinálni, tehát megvolt az összes szereplő egy külön sávon, és a főszereplőt még két külön sávon, és külön-külön keverték hozzá. Ha valaki akarta, azt hiszem, a helyeivel, nem tudom, ki volt az eredeti színész, ha akarta, azt Tankaival hallgathatta. Ez egy belmondó film, igen. Nem tudom. Igen? Igen, igen. Tavaly volt itt a Helyei róla. László, és ő mondta nekünk, hogy vele megcsinálták ezt a filmet, nem Idegen a házban. Nem esett jól nekik, igen? Idegen a házban az a cím. És azt hiszem, hogy nekünk a Helyei László azt mondta, hogy ő szólt, ez 2008-ban volt, és ő szólt, hogy ő szerinte nem ő a legjobb a Belmondóra. És kifejezetten ő jelezte, hogy talán a Stankainak kéne szólni, hogy hívják ki. És aztán kihívták a Stankait. Én úgy tudom, hogy erre így kerül sor. Más 6 éve. A Pannoniából azt szeretném, hogy ilyen műhelytitkot, hogy ott volt egy ilyen művészeti vezető, tehát kik döntötték el, hogy most Bárkony Gyula kapja ezt a filmet, Vajda István ezt, hogy ment? Vagy meg volt az, hogy a Vas János a nagy filmeket nyilván, nem tudom, ez hogy alakult? Elmondod? Három ilyen stúdiónak nevezett kolhoz volt, mert ezt is szokták mondani, alkotócsoport. És oda voltak beosztva a stávok és a dramaturgok, és akkor a stúdió vezetője, vagy alkotócsoport vezető döntötte el, ő alá mindig tartozott egy lektor is, és ő volt az, aki segített nekünk például szakértőt szerezni, tehát azért valamennyi dolgozott is ám érte, és úgy volt, hogy a filmet megnéztük mindig, amikor készen volt a szöveg, úgyhogy a dramaturg beolvasta, akkor döntötték el, hogy milyen kategóriájú a film, és milyen minőségben kérik, tehát hogy egészen magas fokú legyen, mert ez nagy mozifilm, vagy nagyon zenés, vagy tehát valamilyen nehézségi foka volt, és amikor az Összmuszterre jutottunk el, akkor ők megbírálták, ők is ugyanúgy ott voltak, elmondták, hogy mi volt rossz, hol volt rossz hangsúly, hát ha mi nem hallottuk volna, de hát akkor még volt lehetőség keverés előtt pótfelvételeket csinálni, nem rajongtunk érte, de hát belecsúszott akkor is valamilyen hiba, és utána pedig volt az értékelővetítés, amikor általában újságírót is hívtak, vagy szakértőt hívtak. Nekem például történészt hívtak az Első Péter című háromrészes német film volt, egy nagy koprodukció, mert a Laurence Olivier-től kezdve nem tudom ki mindenki játszott benne, Péter Cárról szólt, nagyon szerettem azt a filmet is, nem is volt akármilyen munka, szóval jó a film is, nem csak egy történelmi tabló, hanem jó film. És akkor történészt hívtak, aki aztán megítélte, hogy hát ebben volt rossz az eredeti szereposztás, mert mondtam én, hogyha van ezt a Redgrave volt a Péter Cárnak a, nem tudom, húga azt hiszem, és elmesélte, hogy az kicsi volt, kövér volt és szőrös, van ezt a Redgrave pedig nyulánk elegáns, tehát hogy milyen történelmi tévedések van. Nagyon-nagyon érdekes volt, és sokat segített az embernek, hogyha megtudott többet is a hátteréről a filmnek. Persze az értékelő vetítésre volt a minisztériumban egy ember, a Budai, aki mindenki volt. Igen, aki igen. Hát ilyen cenzori szerepet töltött be, mert néha elnéztek filmeket, szóval én nagyon sok igyekeztem egy csomó filmet megnézni, nem csak amit én csináltam, és így ben voltam, amikor a Tűz van babámnak volt az értékelő vetítése. És akkor el is készült a szerep abból valami tizen nem tudom hány kópia, vége volt a vetítésnek, én azt magamban mondtam, na, ha ezt a filmet most Magyarországon bemutatják, én megeszem a fejemet. Hát nekem lett igazom, hogy tizen nem tudom hány évre került dobozba az a tizen nem tudom hány példány abból a filmből, amit akkor, amikor új volt a film, amikor a megcsinálta, akkor rá egy évre került az minisztérium, és akik illetékesek elnézték ezt a filmet, benézték. És bekerült a doboz a archívumban, nem lehetett bevetni. De voltak ilyen dobások például, hogy
volt egy pillantás a hídról, amit az oroszok csináltak, egy szovjet film, megvették a magyarok, leszinkronizáltak minden, akkor derült ki, hogy jogdíjat nem fizettek. És mondták, hát le lehet mutatni, de akkor nekünk kell megfizetni a jogdíjat. Úgyhogy akkor az is mozi, dobozba került. Tudom, emlékszem rá, hogy például olyan vetítették egyszer, valaki mesélte nekem, hogy látta ezt a filmet, főiskolán volt, és dolgozatot kellett írni a film dramaturgiájáról, akkor ott levetítették, mert nem volt nyilvános vetítés. Ezeken az értékelési vetítéseken ilyenek is eldőltek például. Kérdést még? Igen. Nekem az Olizsarúval kapcsolatban lenne egy kérdés, említette Tomas Evizor, hogy gyerekek, ugye ott töménytelen mennyiségű gyerek, ráadásul ugye 90 környékén, és ugye kiderült, hogy későbbi, ők tovább is léptek, tehát Szalai Csongor, Grósz Viktor, Szabó Zsejke, stb. Hogy, tehát a gyerekeket hogy intézték, idézőjelben intézték oda a Pannóniába, ez az egyik része. Másik pedig, hogy nagyon jó, nekem nagyon tetszik a Gátinak a párja, ugye Várhelyi Teréze, már elhúnyt színésznő, igen, hogy ő is nagyon ritkán szinkronizált, hogy ő hogy jutott az eszébe, amikor... Hát úgy, hogy mély hangú kellett nekem oda, egy ilyen blazért valaki, és ez Samu tudta ezt megcsinálni. Samuval dolgoztam korábban a Vészhelyzetben is, tudtam, hogy meg hát ki nem ismert, tehát a Koppány Jaga testamentumában még ő volt a hamvas kisleány, török, azt hiszem török kisleány, már nem tudom. És voltam olyan mazohista, hogy én kértem ezt a filmet magamnak, mert hallottam róla, és hát ha már egyszer Gáti nekem már egyszer megvolt, ugye, igen, az alapomadóban, akkor már legyen ő. Nagyon jól tudtunk beszekedni, szóval nagyon jól lehet vele dolgozni, mert vettük mind a ketten a lapot, tényleg. És ezt a rengeteg gyereket én meghallgattam, de mindenhonnan mindenki szerzett gyereket. Tehát a Szalai Csongor az egyik szomszédomnak a kisfia volt, és ez a gyönyörű, fürtös, egy kisherceg volt. Aztán később egy francia rajzfilmben kisherceget szinkronizált nálam, és tehát őt is én hívtam, meg nagyon sok szülő hozta el a gyerekét, a szomszéd gyereket. Vas János, aki Gyuszi rendezője volt, az egyszer úgy szerzett gyereket, nem ehhez a filmhez, de hogy nem tudom, én ült a presszóban, és kávézott, és a szomszéd asztalnál egy gyerek fölborította a málnát. Egy átment, bemutatkozott, hogy ezzel a gyerekkel szeretnék én dolgozni, mert az ott rosszalkodott. Na, az ilyeneket. És bárhonnan összeszedtük őket, volt, hogy iskolát hívtunk ki, de hát ezek ugye óvodások. És nagyon nagy segítséget kaptam az akkori főnökünktől, Balogh Misitől, mert ahhoz, hogy tudjak dolgozni a mindenkori egy vagy két kisgyerekkel, aki ott volt, de közben az egész rakás, 40 gyerek volt ott folyamatosan, és hát azok rosszalkodnak, egy kicsit nem lehet fegyelmezni, és béka ügetésben végigment föl az emeletre, végig a folyosókon, és mögötte a 39 kisgyerek, amíg én azzal a 40-edikkel tudtam dolgozni, és akkor még kihúztunk egyet, visszatettük, és így foglalták le őket a kollégák, nagyon sokat segítettek ebben, hogy valahogy kibírjuk, és hát bizony előjátszás, és hát sok apró munka volt azzal, hogy megcsináljuk, de szerintem megértem, mert olyan helyes az a film, és most is minden, nincs olyan év, hogy ne menne le ötször. Na persze a vége főcím nélkül. Ott van a hosszú gyereklista. De egyébként a többi szereplő is olyan, aki, tehát színész, aki ritkán szinkronizált, mert Tóth Éva, Balkai Géza, Mór Marianna, ugye olyanok születettek. Mór Marianna? Tordai Teri lehet. Igen, ez egy híres színésznő volt, és szép ilyen szexbálvány, Marilyn Monroe utánzat, aki akkor már nagymamát játszott, és eszembe nem jut a neve. És igen, hát Tordai Teri volt a gonosz nagymama, hát jó dolgok ám ilyeneket csinálni. Meg Tábori Nóra volt a pici igazgatónő, igen. Akkor köszönjük szépen, és tartanánk egy 15 perc szünetet. Én pedig elbúcsúzom. Jó, örülök, hogy megismerkedtünk. Folytatnánk a beszélgetést, amennyiben. Igen, még mire lehet? Mert így két kérdés, ha fölmerül, hogyha alkalmas még az idő.